On the beat, so twerk it, bitch. Üdvözlök minden kedves nézőt a PES, jó van, FIFA 15-tel jelentkezem újra, és akkor jön ez a nagy városi rangadó. Most itt vagyunk a harmadik helyen, és a negyedik helyen lévő Manchester United-et fogjuk fogadni. Saját stadionunkban, tehát ezt a meccset hozni kéne, mert hát meg kéne szerezni ugye az előnyt a tabellán. Tehát hogyha kikapnánk, akkor a United megelőzne. Ha Chelsea nyer, akkor ő is megelőz minket. Sunderland nyer, akkor nem tudom, hogy meg tudnak előzni, mert a gól differenciájukat nem tudom. Na azért megnézem itt a tabellát, akkor nézzük, hogy Sunderlandnek 4, nekünk 12 van, tehát nekik legalább, hogyha én nem. Jó, most nem fogok ezzel izélni, inkább kezdjük a mérkőzést. Na. Sterling lett a hónap játékosa. Na akkor kezdődjön a mérkőzés. Hát most így már Lampard is benn van a kezdőben, de ő a szezon végén visszavonul a labdarúgásból sajnos. És hát a Lampard az most nem tudom, hogy hova ment a valóságban. Annyit tudok, hogy elment a City-től. Kezdővel most nincs bajom, úgyhogy játsszuk le a mérkőzést. Tehát akkor ilyen Otamendi, Hummels, Gaia, Danilo lesz a védelem. Remélem, hogy stabil lesz, és nem kapunk annyi gólt majd velük. Az az, aki helyeztem. De pont eltalálja mi. Érdekes. Jó van, menjünk. Azt nem rögjük le. Elsőben játszik a két Manchesteri csapat. Hát meglátjuk, hogy mennyiben fog őket megzavarni a vizes pálya. Most Pintura tudom mondaná, segítségkért, hogy gyorsodják fel a pályát. Hát az időjárás akarta. Na a labdaszerzés már is a Manchester City részéről, ez szép elhúzásból sarok kötényel, tehát átvitte a labdát. Bél, kirúgják előre. Aguero kapja Béltől, aztán elveszíti. Most már Van Persie a labdával. Falcao Di Maria. Szép szerelés. Mariskával azért vigyázni kell majd szerintem. Amúgy most a valóságban a csapatom, tehát a Manchester City kikapott Ausztráliában a Real Madridtól. Nem tudom, mi a város, hanem Melbourne, nem Melbourne, biztos. Nem volt egy nagy földrajzos idő. Főleg nem Ausztráliából. Tehát ott 4-1-re kikapott a International Champions Cup mérkőzésén, és a Real Madrid megnyerte ezt, és ez, hallod, ez mi volt? 4-1 lett, tehát ez a Real Madridben ez a Cserisev is rúgott egy gólt, azt láttam, akkor Ronaldo. Meg még nem tudom, kik rúgták azokat. De hát azért ilyen szorú a City nem játszhat. Mondom így, hogy nem igen követem az angol bajnokságot mostanában már. Ugye most el se kezdődött még, de
ami is spanyol csapat kedvelem. Ohoho. Semmi. Alig estem a nyot azért. Nem így volt szabálytam, hogy akkor is nem így buktam. És veszélyes lett, gondolom, lehet, hogy lemarad. És akkor meg jött volna a sérülés. De mi spori? Blind fogja felibálni a labdát, ami jön is. Még mindig benne a labda. Szöglet lesz, hogy kirúgás, kirúgás. Akkor jó. Gotta hold, gotta hold, gotta hold it. Ez aztán az izmos paszte. Óhohoho, Bél! Ez igen. Gyertek már, Ben, hallod? Ne, izé, szarakodjatok, ennyi. Ez igen, onnan ráfejeli 16-oson kívülről. Ez igen, kirúgás. De ha végezhet ilyen. Ja, a támadó rovnál is meg jól megpaszkálom. Ultra letámadós, ha nem akarom állítani, mert akkor meg veszélyes lenne, hogy kinyílik a védelmünk, aztán akkor meg kontrázni. És nem akarok gólt kapni. Inkább visszamegyek, nem tudom, Lisi volt az talán? Elrakadok az Lisiben most. Szépen hozok ki most a labdát a Manchester City. Még mindig nálunk a labda. És még mindig. Bél húzzát a jobb lábára, Bél. Bél jobbal is, de hát. Szép védés volt. Lampard jött a mérkőzés első szögletével. Zabaleta, nem tudom, lehet, hogy a csapattárs blokkolta a lövést. Amiről lefordul, felállni, ez súlya belépő volt, ezért lapot kéne adni. Ezért lapot kéne adni. Így van, felállni, besárgul a mikrofon fejű. És akkor most jöhet Gerard Bale egy szabadrugással. Hú, be kéne lőni. Az jó, az jó. Hú, épp vagy fölé, hát nem igaz. Mondjuk Bélel nem tekernem kéne, hanem néztem szabadrugásokat, hogy hogy kell rúgni bele. És hát ilyen egyenes ez a rüsztel való lövés. Hogy ezzel általában berúgják, akik így rúgják bele. Bél, nagyon szépen megy el Bél. Beadja. És kicsit későn érkezett Aguero. Rafael. Sterling támadja. És kiorszol Sterling egy bedobást. Ő végzi el. Bél. 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 De hát eddig jól véd a spanyol kapus. A meccsen. Aguero kap egy indítást. És hát nem tudom, hogy kinek csúsztatta, mert saját helyére csúsztatott. Én nem volt jó senkinek, mert ő maga elment onnan, szóval a logikus, hogy nem lett jó. Ugye nem Aguero megindulna. Fellaini még egyszer felrúghatnak, akkor kapta még egy sárgát Aguero. Befelé húz! De hát ez kapusson ugye. És megint kezdesz a szoros labdolást. Viszont vége az első játékrésznek. 0-0 tehát. Lampardot lehozom, mert kicsit azért fáradt. És Navas fog feljönni. Ott pont jó helyen van. Megkezdődik a második játékrész. Szerintem hát húzza a másik lábára. Aztán rálövi, és a távoljó lövésekkel még nem igen gyűjt meg a baja De Gea-nak. De hát azért veszélyesek is lehetnek még.
eddig nem igen voltak azok, és hát kapura mentek, de könnyű volt őket fogni, ezért mondom. Fellaini, ez szép sarkozás volt Van Persie-től. Van Persie kapja és vissza a labdát, aztán ott a beadás, és Hartnak kell. Megvan az első védése neki is most már. Bale kapja a labdát. De csúnyán oda rúgtak Bale-nek. Bale megindítja Zabaleta-t a jobb oldalon. Zabaleta nem tudja beadni, hát nem hiszem el, lehozom mindjárt. Nem tud játszani. Sterling. Sterling. Úgy tudod, hogy egyedül megy, Sterling. Ez aztán a lövés. Cserélünk. Zabaletát lehozom, engem nem érdekel. Talán jobb lesz, mint... Talán jobb lesz a szánya. Zabaleta lejött tehát. Még egy csere lehetősége mellett Mr. Emennek, tehát nekem. Ez kinek ment ez a fejes? Nem tudom ki voltál. Nem tudom elvered, szerintem nem az. Fontos közbelépés, vagy Nászló volt az, bocsánat. Azt hiszem azt, hogy a másik oldalon van. Gyönyörű megelőző szerelés. Utolsó utolomban ellöltöm a labdát, közben Rafael elindul. Bale fut vele vissza, és nem éri utol Bale. Most már igen. De be tudja adni. Hát a passz így jó volt. Ha jobban megnézzük. Bale. Lelopta a labdát. Aguero. Áj, de szép becsúszás, és már megint kezdi a laggolást. Halna éhen ez a szoros gép. Inkább a Freps. Éppen nincs baj, csak ez a szoros Frepszel, hogy belaggoltatja az egészet. És így nem lehet játszani. Halna éhen a gyártója is az. Ki csinált egy ilyen szar izét? Videófelvevő programot. Ilyen akkora méretű videókat csinál. Be ezek egy bandicam, hogyha játszol vele. Maximum 10 GB-ot csinál szerintem. Legalábbis én úgy tudom. Nézd meg, 10 FPS alatt. 10 FPS alatt, és nem javul meg. Nem javul meg. Jó, te lehet, hogy nem látjátok az FPS jelzőt. Nem tudom. De folyamatosan 10 FPS alatt van. Most 5, 6, 7, aztán fölmegy 25-re, aztán visszaremegy 10 alá. Nagyon szépen köszönöm ennek a szarnak, hogy ma megint izé föltart a videózásban, mindig zavar. Már elegem van belőle, de már tényleg. Tényleg ebből kapok majdnem gólt, hogy nem tudok védekezni ettől a szartól. Hogy lehet szögletet, hogy magát tudok menni? Hú! Hogy jött ki a kapjából hát? Bakker, méregeded ennyire el? Nem igaz, hogy most megindulhattam volna. Csak annyit akartam, hogy izé. Egyből induljon el. De még vártott egy fél órát. Persze! Ez igen. Ahogy nem tudja átvenni. De bakker! Nem igaz! Ez igen. Rádrúgják a labdát. Te meg belebotlasz ezerrel. Gratulálok. Mit előszabályozó rendesen? De... Szerintem kicsit hátrafelé, aztán megindítja a Aguerót. De ne húzzál vissza, te hülye gyerek! Most Kori még nem ítél semmit, hát... Persze, hogy mögé passzol, hát... Istenem! Szent szar. Ez egy fostalicska. Ez egy fostalicska.
komolyan mondom. 80. percben befújja a tizit. Föl kellett rúgni. Gratulálok. Mangala. Istenem. Labdát nem tud elrúgni. Falcao. Ezt most bekapom. Hogy csak nem jó oldalra vetődök. Ne! Tudtam, hogy máshova kéne. Istenem. Ezért kapok ki egy szor tiziből. Semmi helyzetük nincs. Ilyen nagyobb helyzet. De azért 11-esből meg berúgják. A Csicska Mangrának föl kellett rúgnia. Mata. Vagy Rúni volt az, nem tudom. De nyomjad már el! Itt nyomom folyamatosan! Nyomjad már el! Igen. Figyelj, ennyi volt a labdavezetésem. Nem tudom hányas dribblinges Sergio Aguero-nak is oldalhálót lő, hát nem hiszem el. Nem tudsz kapra lőni. Ezért foglak lecserélni, te. Faládu. Isten. El is aztán hosszú zé fejes volt. Indulj el. Indulj el, kapura, 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 végig. Végig, tiéd. Beemeli! De... Hogy lett minden beadásom rövid? Mi? Hogy lett minden beadásom rövid? Hát... Nem tudok egy rohadt gólt szerezni, mert minden beadásom vagy rövid, vagy hosszú, de mindig pontatlan. Ez az. Ez az. Te is tudsz aztán pontosan passzolni, gyere! Na, vegyük át. Először is. Hát mi ez? Úristen! Mekkora buli! Óva nem te! Szaros United-től hogy lehet így kikapni? Adjál pirosat, Spori! Mi? Úristen! Úristen! Bezzeg az előző meccsek, amikor engem találtak el így, arra nem adott pirosat, csak sárgát, utolsó emberként. Itt örülsz a semminek, te csicska fejüte. Bemakkolnak egy nyomvad gólt, hallod, egy tiziből. Nem tudják, hogy 11-esből nem illik. Nézd meg! 9-4 lövések aránya. 4-2 kaputáltaló lövések aránya. Akkor ez most igazságos, te! Istenem! Piros lap is. Ilyen csicskákat nem hiszem el. Úristen. Most ez a szoros Fernando fog játszani. Habár nem, mert itt van Navas. Helyet cserél Lampárdal. Oké. Köszönöm ezt a jó meccset. Mit akarsz te kapusként? Mit akarsz te itt, te? Istenem. QPR-ra nem játszok le. Aguero még le is sérül, jó van. Fogadok kidől egy hónapra. 6-7, hát ehhe. Ilyen is csak velem lehet.
Beszarás, komolyan mondom. Ötödikek vagyunk. Szoros, makkos, makkos, bundás, szoros, United, megvert a semmiből, nem volt helyzetük, 11-esből berúgják, érted? Úristen, mit akartok ti? Na, Yaya Touré visszajön a sérülésből. Talán a következő meccsen már tud is játszani. Most pedig a Southampton ellen fogunk játszani a következő mérkőzésen. Fernandinho is visszajön, nem mint az nagyon kellene. Aguero-nak muszáj volt lesérülnie. Valahogy tudtam, hogy lefog. Tudtam, hogy le fog sérülni. Nem, skipperem a Southampton elleni meccset is. Most világverő csapatot fogok csinálni téli játékozolások alkalmával. Aztán majd, akkor majd néztek. Hogy izé. Világverő csapatom lesz, aztán mindenki kikap. Touré visszatér. Oké. Ez már negyed döntő, akkor a nagy csa- itt van a nagy csapattal játszok. Skippeljük az Arsenal elleni meccset, én már nem fogom játszani. Kikapunk, kész, ennyi, és kit érdekel? 10 000 euró, gazdagok vagyunk. Na, Everton elleni meccset már lehet, hogy le fogjuk játszani. Hát azt meg kéne nyerni, igen, most a negyedik helyen vagyunk. Hú, te! Úgy kapnak ki ez a szoros United most, én meg nyerjek. És megint mi leszünk a harmadikok, ők meg megint a negyedikek. Hú, de örülnék te. Akik vannak akkor... Nem hiszem, hogy Aguero-nak is le kell sérülni. Pont edzésen érdekes. Edzésen le tud sérülni. Na az a baj, most még nem nyílt meg az átigazolási piac. Megnézem a... kalendáriumba. Itt még nem nyílik meg sajnos. Decemberben akkor itt majd játszunk a Leicester ellen. A Crystal Palace. A Sunderland. A West Brom. És a Burnley ellen. Decemberben. Tehát lejátszunk az Everton ellen mérkőzésünket, és utána szimulálni fogjuk az összes mérkőzést. Aztán január 1-től pedig megnyílik az átigazolási piac, és egyből jövünk a Sunderland ellen. Vagy várj, ez mi volt akkor itt? Hát de itt is Sunderland. Ez még december. Itt idegenben játszunk a Sunderland ellen. Itt meg otthon. Visszafelé mennek a meccsek. Ezt nem is tudtam, te. Az jó. Az jó. Hát ez így nem rossz. Na. Mindegy, akkor megnéztük, hogy kivel játszunk. Ha tetszett a videó, akkor összélezzétek egy lájkkal és egy feliratkozással. Én pedig köszönöm a figyelmet. Következő videóban... hát talán megnyerjük az Everton elleni mérkőzésünket, és akkor felmenjünk ismét a harmadik helyre. Na, köszönöm én ezt a videót, köszönöm a figyelmet, én nem voltam, sziasztok!